köbüşürük, il tanı hanı köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Nemzeti Kincseink című műsorában. Mai napi vendégünk Kuruc Andor úr, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Hát kedves nézőim, ma egy nagyon speciális embert hoztam a stúdióba, egy olyan embert, aki belülről ismeri Perzsiát, hisz Perzsiában nevelkedett föl, ott töltötte a gyerekkorát, ott lett felnőtt, és emellett ugye osztrák és magyar állampolgár is, és hát most szeretnék rólad leginkább Perzsiáról beszélni. Azért röviden picit beszéljünk, hogy hogy kerültél te Perzsiába. Nagyon szívesen. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát a göröngyös útat járt meg sok magyar a 20. században. A nagyapám lekerült Perzsiába a gazdasági válság alapján, és ő ott maradt. És 56-ban, amikor szüleim és én 3 évesen elhagytuk Magyarországot, mint 200 ezeren rajtunk kívül, akkor az volt a kérdés, hogy Amerika, Kanada, Svájc, vagy bárhová, és mi voltunk szerintem akkor az egyetlen 56-os család, aki Perzsiába ment, mert ott volt a nagyapami díjfő. És hát édesapám talált ott állást, a megélhetést, karriert, és el tudta indítani az életét. Nekem meg ott volt egy fantasztikus gyerekkorom, a Perzsa iskolákba jártam, Hamadánba, Ekpa tanába kezdtem az elemi iskolát, utána fölköltöztünk Teheránba, ahol alsó és felsőfokú gimnáziumot végeztem, a úgynevezett Don Bosco College, a Perzsául Andisé, ez egy színvonalas perzsa iskola volt. Érdekes volt a Hamadánba az első iskolai napom, mert én voltam az egyetlen keresztény, az egyetlen külföldi, az egyetlen akkor még szőke, és teli volt az osztály, és hát így körülöttem nem ültek, és hát tartott egy darabig, amíg... Csak fiúk voltak az osztályban? Csak fiúk természetesen, egészen az érettségig. És idő kellett ottan megalapozni a tekintélyemet. De akkor még egy szót sem tudtál Perzsával, nem csak egyszer belepottyantottak az iskolába? Nem, hát én 3 éves koromba kerültem be, és a 6 éves koromig volt annyi idő, hogy megtanuljak rendesen Perzsával, mint a többi perzsa gyerek, szóval ez nem okozott semmiféle nehézséget. Na, egy szó mint száz. Otthon tanultam meg magyarul, otthon tanultunk meg írni, olvasni magyarul úgy szintén. És semmilyen akcentusod nincs. Hát próbáltam csiszolni rajta, amennyire lehetett. Minden esetre, ahol mi akkor éltünk, egy olyan körülbelül 200 kilométeres körzetben nem volt magyar. Volt egy magyar, aki néha-néha lejött a következő városba, Kermansába, amivel 198 kilométer. A nagyapám még, a nagyamám még éltek Dél-Perzsiába, még kereken 1000 kilométer. A háború előtt még ott élő 200 magyar család közül még voltak néhányan. Azokkal tartottuk a kapcsolatot. Így dióhéjben ennyi. Szóval én... Te mind ott fölnövekvő kisgyerek, hogy ottan azért mások a civilizáció szokásokat, ugye a fiúkat külön tartják, a lányokat külön telkülön iskolába járnak. Nyilván te ebben nőttél bele, úgyhogy neked ez volt a természetes, hisz ott váltál felnőtté mégis ilyen körülmények között. Hogy viszonyultak hozzád a perzsa gyerekek, mindegy becsöppenő külföldihez? Ez csak egy-két napot tartott, míg rájöttek, hogy én is beszélek, és én is eszem, viszont meg minden más, és én is haverkodom, meg verekszem mind ők, meg minden, szóval ez nagyon hamar eltűnt. A perzsa nép, mint ember,
nagyon vendégszerető, nagyon nyitott, nagyon barátságos, és sok mindenben párhuzamot látok a magyarság és a perzsák között. Uh-huh. Az az időszak, mikor én éltem Perzsiában király alatt, a sáh alatt, akkor ott voltak nemzetközi iskolák is, ahol vegyes volt az oktatás. Ilyenekben is jártál? Hát ilyenekben, mint vendég, azokhoz jártunk néha a kosárlabda versenyekre, meg mindenféle ilyen dologra. És hát ne menjünk messze, hát ez nem tudom, hogy a koedukációt Európában mikor vezették be, szerintem ez is az első világháború körül időszak lehetett, szóval ez nem egy olyan nagy vasisztasz, hogy te most ettől függetlenül normálisok voltak a kapcsolatok az emberek között. Ami érdekes, hogy a érettségig nem használtunk tévét, sokat, miután a Perzsa a földrajzi alapon nagyon jó az időjárás, ottan februárban meg lehetett csinálni egy júliusi meghívást, és biztos lehetett az ember, hogy nem fog esni az eső. Uh-huh. Sokat vadásztunk, teniszeztünk, kirándultunk, és társadalmi szinten olyan heti két-három családi meghívás szokott lenni, így a részben a külföldiek, perzsák, vagy a művelt perzsák, vagy a vegyes házasságok között. Uh-huh. Szóval bevallom is, komoly társadalmi élet volt. Komoly társadalmi élet volt, és nagyon színvonalas élet volt, és nagyon-nagyon-nagyon művelt ottan. Ami manapság nálunk történik, én itten szakmailag járom az országot, és mit tudom én, olyan 6 óra és fél hét körül, mikor régebben a faluban ott ültek a ház előtt az emberek, beszélgettek egymással, vagy csináltak valamit, volt élet. Halott a falu, a függönyön át lehet látni a tévének a villogását, és akarva nem akarva most beugrik egy Facebookon posztolt jelentés, hogy ki van rakva egy tábla egy kávézó előtt, hogy itt nincs wifi, beszélgessetek egymást. ez nekem nagyon tetszett, és ez tényleg hiányzik, mert vadászni jártunk, az azt jelenti, hogy foglalkozni kellett fegyverekkel, annak a történetével, technikájával, a vadállományjal, mindennel. Horgászat, dettó, teniszezett az ember, azokhoz kellettek eszközök, az ember vigyezett. A sak idejében mennyire tudtak a perzsa emberek külföldre járkálni? Mennyire volt neki összehasonlítási alapuk, hogy mondjuk hogy néz ki egy európai társadalom, hogy néz ki egy amerikai vagy akár? Nagyon. A nagy rendszerességgel nagyon sokan utaztak. Most emigrációban, aki akkor utazott, annak a jelentős része most emigrációban él. Nagyon nagy idézőjelben kisebbségek vannak a San Franciscóban, Los Angelesben és Szolványban, egész Európában. A sáh alatt a tehetősebb emberek külföldre küldték a fiaikat tanulni. És ezek részben visszajöttek, nem csak egy diplomával, hanem egy német, vagy osztrák, vagy francia feleséggel. És összehasonlítási alap volt, mert voltak évi rendszerességgel kiállítások, műszaki kiállítások, gazdasági kiállítások, több százezer külföldi család, nem személy élt Perzsiában, úgyhogy volt egy francia iskola, volt egy német iskola, volt két amerikai iskola, volt egy olasz iskola, és mindegyik olyan 1500-2000 diákkal bírt. És az egész technika ugye egy az egybe napjainkban is megtalálható Teheránban. Teheránban két emeletes autópályák vannak, 30-40 emeletes lakóházak vannak. Két emeletes autópályák? Igen. Akkor a forgalom, mert Teherán nagyon gyorsan nőtt, mikor én elhagytam Teheránt, olyan 3,5 millióan voltak. Most már 20, nem? Körülbelül. Senki nem tudja, de legalább annyi, plusz a vonzáskör, ami a nappal szintén Teheránban, mint központ él, és ottan
annyira megnőtt a forgalom, hogy van egy autópálya, és több helyen áll lehet menni, és fölötte is van még egy. És nem is láttam az életemben. Én se, ott láttam először. Ott láttam először. Aha. Az magyarországi embernek azt hiszem, a Perzsiával kapcsolatban azt hiszi, hogy valami lemaradott feudális középkori valami lehet. Ez egy nagyon-nagyon nagy tévedés. Nagyon nagy tévedés. A perzsa műveltség mindig nagyon magas szinten állt. Ne felejtsük el, több ezer éves kultúráról van szó. Avicennának, aki perzsául Abu al-Sina, neki a anatómiai könyveit a Sorbonban még oktatták, nem tudom, 16. században még, nem tudom. A Omar Khayyamra alapul a matematikának a nagyon sok tétele, plusz a naptárunk. Ami érdekes az az, hogy a perzsa, illetve az iszlám, az ortodox iszlám kultúra mit tiltotta, és még a mai napig is tiltja az élő lényeknek az ábrázolását, félve a bálványimádattól, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincsen perzsa festészet, vagy iszlám festészet és iszlám szobrászat. És ezért a kaligráfiába és az építészetbe élték ki magukat, ami azt jelenti, hogy hát a Mahmud szultán, a Ghaznavidáknak az egyik uralkodója 400 írót tartott az udvarán. És ebből abban a korban legalább 10 csúcsminőségű és híres író volt. És a perzsáknál a mai napig is hozzátartozik a stílushoz, hogy a beszélgetést a versekkel vagy versorokkal tarkítják és vázolják alá. És volt, és szerintem a mai napig is van a rádióban egy olyan verseny, hogy mondanak egy két sorost, és azzal a betűvel, amivel az végződik, elkezdeni a következőt. Aha. És ez így megy tovább addig, amíg valaki ez nem tudja folytatni, és ez egy ilyen félórás adás volt, és volt egy olyan adás, emlékszem rá, ahol végigjátszotta egy pár a fél órát, és nem volt győztes. Következőt már nem hallottam, szóval. Mennyire, ugye ez egy iszlám ország, mennyire nyitottak ők például a mi kultúrkörünkhöz? Na most, azt a csádort, ami magyarul sátor, használnak a hölgyek, illetve a hijab, ami egy egyszerű változat, ahol be kell kötni a fejet, meg a hajakat, meg stb. Meg hosszú szoknyán adán. Most hozzá kell mondani, hogy alatta ott van a Versace-nek a miniszoknyája, meg az olasz stilettók, és ott van szépen kivetköznek normálisan, megy a zene, minden, ott van az internet. Én kérlek szépen, Németországban egy évvel a hazaköltözésem előtt rátaláltam a szatellit antennák segítségét, nem is egy több perzsa adásra. Egyrészt nagyon szépnek találtam a perzsa zenét, nem az a, mint az arab, az hanem gyönyörű, melodikus. Még a pentaton zenéhez is van közel, mert... Van, bizony, igen. Nagyon szépnek találtam ott az embereket, akit a televízióban láttam. Szóval nagyon kifejezetten szép arcú, szimmetrikus arcú emberek. És hát én abszolút modernnak éreztem ott a társadalmat, szóval nem éreztem ott semmi ilyen se fundamentális gondolkodás stílust, hanem teljesen nyitott a fiatalságot mutattak. Ettől függetlenül azt mondtad, ugye, hogy sokan eltávoztak a sok ideje után Iránból, úgyhogy az a politikai változás azért az sok mindent változtatott. Te most hogy látod Iránt? Hogy nagyon le van zárva? Nem tudnak kijönni az emberek? Mert én hallottam panaszkodni, hogy nem igazán lehet most mozogni úgy, mint régebben. Az biztos így van, hogy és miért azt. Én voltam most októberben és mikor is májusban Iránban. Én továbbra is nagyon jól tudnék ott élni. A családdal már kevésbé, mert a feleségemet rávenni 40 fokos melegbe, hogy itt előrösködjön föl ilyen szinten, az egy kicsit nehéz mutatvány lenne. Ez egy általás kérdés. De én azt vettem észre, hogy
Iránba pezseg az élet. Uh-huh. Rengeteg kispolt van, van egy néhány szupermarket, de olyasmi, mint nálunk, hogy a Tesco őrület van, meg Auchan őrület van, az ott nincs. Mindent meg lehet kapni. Az ember bemegy a teheráni bazárba, és mondja, hogy szeretne egy elefántot, akkor előbb-utóbb megkérdezzük, hogy afrikai, de vagy hogy ázsiai, aztán eligazítják, és biztos, hogy meg tudja szerezni. Valahogy, valamikor. A európai országokba nem nagyon utazgatnak, gondolom most, illetve van egy perzsai ismerősöm, aki lent él Iránban, ott van egy cége, dolgozik, van Grászba egy lakása, ide is jár, oda is jár. Na most, mit mondjak? Andalúziáról mutattak egyszer egy tévés bemutatót a tájról, az életről, és megkérdezték ottan egy majorált, ami a, hogy mondjam, gazdatisztnek felel meg nálunk, hogy hát igen, és hogy honnan megy, hogy hova szoktak önök szabadságra menni. És kinyílt a szemmel, azt mondja, nézzen körül, szabadságra, innen. És a perzsának is van egy ilyen fajta jellege, hogy a 150 kilométerre északra van a Káspi-tenger. Perceken belül sivatagról a trópusi erdőre vált a táj. Fantasztikus. Hegységek, tundra, szahara, steppe, minden van. És mondjuk biztos, hogy anyagi oka is van, hogy a nagy tömegben nem utaznak, mert nálunk sem utaznak nagy tömegben, persze, mert a kis hazánkban kevesen vannak olyan, akik azt mondják, hogy na vége a hónapnak mit csináljak a rengeteg megmaradt pénzzel. Gondolom ezzel az irányok is úgy vannak bizonyos szinten. Gondolom útlevelet kell kérni, ez az amaz, ez volt mindig is, de nem olyan nagy probléma, hogy azt ne lehessen. Nekem is, mint osztrák vízunk el Perzsiába, az azt jelenti, hogy beüljök a gépbe, ott leszállok, oda megyek egy ablakhoz, fizetek 30 eurót, vagy 25-öt, tudom, és 5 és 10 perc között kezembe adják, és kívánnak egy jó tartózkodást. Én, mikor még Münchenben éltem, volt perzsa farma referencem, az azt jelenti, egy olyan ember, aki ugye a gyógyszercégeknek a produktumait hozza és reklámozza nálam. És én ezen az emberen keresztül több irányéval megismerkedtem. Nagyon-nagyon szimpatikus ember volt, és az nekem feltűnt, hogy teljesen mindegy, hogy hol találkoztam Iránnéval, mindegyik nagyon képzett volt. Nagyon művelt és nagyon tudott viselkedni. Szóval kifejezetten udvarias, egy abszolút kellemes jelenség. Jó volt a társaságunkban lenni. Na most, ha valamikor majd az ember az írásról beszél, vagy a rovásírásról és a kapcsolatokról. Átérünk, persze. Ami érdekes, hogy említettem, hogy a kaligráfiában érték ki magukat, szóval sokfajta íráson, és ebből kifolyólag van egy jelenség Perzsiában, ami érdekes. Nálunk Európában jó kell viselkedni, szépen kell öltözni, szépen kell beszélni. Ez így van. Iránban ugyanez, szépen kell öltözködni, szépen kell beszélni, jól kell viselkedni, és szépen kell írni. Ha én Perzsiába... Ebben nem biztos, hogy akkor jól lennék, Perzsia nagyon csúnya az írásom. Jó, ez hozzátartozik a perzsa kultúrához. Én, hogyha egy nem nagyon jó ismerőssel beszélgetve egy harmadik személy iránt enyhén ki szeretném fejezni, hogy úgy valahogy nem vagyok vele egy vonalba, vagy valami úgy nem teljesen kerek, akkor azt mondom, hogy nagyon jó ember, igen, beszélgetem, ismerem, igen, hát minden rendben van vele, nem szép az írása. Ez elég indok. Ez azt jelenti, hogy nem szimpatikus, enyhén mondva, igen, elegánsan. Igen, igen. És nálunk a rajzóra, úgymond, az három részbe állt, szóval rajzolgattunk, meg futunk, faragtunk, és írtunk. Szóval engem megtanítottak még a tollat faragni. És mai napig is tudok, és az asztalomon van is egy, amit én. Most térjünk egy más téma, most róla beszéltünk a társadalomról. Ugye, aki magyar őstörténelemmel foglalkozik, az tudja, hogy a pártos birodalom az végül is a mai Iránnak egy bizonyos területét, ugye a nyugati területét
mondtam, a nyugat-északi területe, azt hiszem. A pártus birodalom gyakorlatilag egész Iránba átvette a hatalmat. Uh-huh. Szóval volt a Hahamanida, a pártusok, és utána a Szaszanida. Uh-huh. Szóval nem voltak olyan nagyok, mint a Hahamanidák, de egész Perzsia és egészen a Adiabéné királysági udalát. Tudják-e a perzsák azt, hogy nekünk közünk van a pártusokhoz? Nem. Nem tudják. Nem nagyon. Lehet, hogy kisebb körök beszélgetek róla. Na most miután a magyarságnak a múltja, meg az írása gyakorlatilag a kezdettől fogva el volt nyomva, az azt jelenti, hogy a mi érdeklődésünk, persze, a mi érdeklődésünk a saját múltunk iránt, meg a saját írásunk iránt sokkal erősebb. Uh-huh. Perzsiában mindig tiszta sor volt, és igen, ott nem volt se kisebbségi érzés, se problematikus dolog a múlttal, uh-huh, és ezzel az ki van pipálva, és azzal nem kellett foglalkozni, uh-huh, és hát ezért nem is kritikus a téma nekik. Igen, nem igen. is kritikus a téma, nekünk viszont az. Az igen. Te is ugye előtted odáig az életed folyamán, hogy találkoztál a nőstörténelmi munkától, amit kicsit bekattantál. Összeszem, nálad ez a Varga Csabának a könyvei voltak. Hát nagyon érdekes, hát én röviden Perzsiába édesapám mesélte kisgyerek fiának, hogy igen, hát a magyaroknak volt egy régi írásuk, ő a cserkészeknél tanulta, és ilyen botokba faragták, igen, és a többi mondta, jaj, de jó. És ez úgy el volt könyvelve. Aztán úgy körülbelül 8 éve lehetett, hogy mentem egy tárgyalásra Vácra, első alkalomból, és hát késni nem szabad, első alkalomban pedig pláne nem szabad késni, mert az első benyomással nincs egy második esély. És hát ott volt fél órám, aztán most mit csináljak, hát mentem a központba sétálni egyet, és ott volt egy ilyen nemzeti kis bódé, adtak könyveket, mindenfélét, és utána lenézek, és aha, az rovásírásnak tűnik, hogy mi az Isten az. Megkérdeztem, igen, ez igen, magyar rovásírás. Van egy brosúra 800 forint, van aztán egy könyv 3500, igen, van még egy 5000 ér, oda adja azt a 800-asod, az bőven elég lesz. Igen. Na most én azt hazavittem, aztán böngésztem bele, megtanultam a betűket. Hozzá kell tenni, hogy a perzsák is jobbról-balra írnak, igen, és hangot ugratnak, és hangjeleket ugratnak, ami azt jelenti, hogy én a magyar rovásírás és írás tanulásában egy iszonyú előnnyel indultam minden más magyarral szembe, és gyakorlatilag észrevettem magamon, hogy egy párszor leírtam a sort, és már elfelejthetetlenül benne belém ragadt. Igen. Sőt, előfordult az, hogy valami gyorsat írtam latin ABC-vel, és aztán ránéztem még egyszer, és belekerült két rovás betűjel. Aha. Na mindegy, ezt elkezdtem, aztán innentől adódnak a dolgok, hogy egyik könyv, másik könyv, harmadik könyv, Forrai Sándor, minden más. És hát a Varga Csaba könyvét olvastam el, ahol a nyelv meg az ABC sor eredetéről, a sziklatalálmányok, stb. És főleg a gyökrendszerről írt azóta már több könyvet, és hát én személyesen ismertem, és egy nagy kár a magyar nemzet részéről, hogy ilyen fiatal elhunyt. És ez fejezhetem tovább. Te is kezdtél keresni párhuzamokat a perzsa és a magyar. Igen, az volt, hogy ő levezette azt gyakorlatilag, hogy a magyar írás az emberiség ő írása, és bemutatta, hogy ősírás, bemutatta, hogy a egyiptomi, a sumér, a feníciai, a görög, a latin, az etruszk, a kínai, minden a héber, szóval gyakorlatilag minden írás a rovás írásból indul, és bemutatott egy arab írás, nevezetesen a kúfi stílust, és ő mondta, hogy ez az írás is létezik, ő ezzel nem tudott foglalkozni, és ismeretei nincsenek, és uh-huh, ő ezt csak bemutatja. Uh-huh. Na most ez engem fejcsigázott, mondom, hogy hát akkor itt feladat van, a szabály, kivétel nincs. És akkor ezt én elkezdtem böngészni, és nagyon hosszú történet lenne, szóval röviden sikerült levezetnem az ABC-ből, a 22 betűs alapforma ABC-ből, 12 olyan betűt, ami egyértelműen rovásírás, és ebből a 12-ből 7 vagy 8 nem csak hogy azonos a írásjel, hanem azonos is a hang. Ilyen például a J, a G, az A, a H, most fejből nem tudom ki miről, de leírva megvan. Szóval ők is valahol
az ős ABC-ből, illetve a magyar ABC-ből. És kezdett gyűjteni a perzsa és a magyar szópárhuzamokat is, ugye? Igen, hát aki nyelvészettel foglalkozik, én szoktam az embereknek mondani, amikor kérdezik, hogy te mit csinálsz? Hát szótát olvasok. Igen. Úgy néznek rám, hogy én nem vagyok teljesen normális, hát biztos igazuk is van bizonyos szinten. Na most vannak az alapgyökök, a hár, a ger, a pi, a mi, a te, amikre később alapulnak a további gyökök és végső fokon a szavak. Perzsa és ragozó nyelv? Igen. Uh-huh. És mit is akartam mondani? Ennek alapján elkezdtem ilyen gyökökre felépülő szavakat keresni, igen. És ebből indult az, hogy szótárt olvastam. Szóval mondtam, hogy akkor ha-har, és akkor kezdtem a szótárba nézni, hogy hol vannak azok a szavak, amik vagy há vesztéssel, szóval arral kezdődnek, és ugyanezt a v-vel, a t-vel, a p-vel, és így összejött egy elég jelentős gyűjtemény, hogy ezek és rajta sok gyöknek ugyanaz a jelentőség volt, persze. Na, a gyökök jelentősége az ugyanaz. Ami mondjuk a magyar nyelv is több magyar nyelvnek az összetétele, mert egyszer azt mondjuk, hogy lepke. Egyszer azt mondjuk, hogy kutya, pillangó és lepke, vagy zászló, meg lobogó, szóval itt a két helyről. És az a nép, aki valamikor elindult a Kárpát-medencéből 10 000 évvel ezelőtt, aztán úgy elindult az emberek árja odafelé, és elvittek magukkal egy bizonyos szókincset és egy bizonyos a fogalomrendszert, és részben ott találkoztak olyan fogalmokkal, amiket még nem ismertek az őshazában. És akkor nem biztos az, hogy ugyanahoz a gyökhöz kötötték, hogy ugyanahoz a gyökfűzérhez kötötték, de felismerhető, szóval. Én mikor a perzsa nyelven foglalkoztam, egyszer mondtam egy beszédet perzsa nyelven. Igen. Persze nem tudok perzsáról, de lefordítottam magamnak egy szöveget, és akkor ezt megtanultam, és ezt akkor olvastam. Ez egy ilyen a Világszövetség által rendezvény sorozat keretén belül volt. És ahogy tanultam ezt a szöveget, rájöttem, hogy a perzsa nyelv idáig az egyetlen nyelv, 9 nyelven beszélek, ez volt az egyetlen nyelv idáig, ahol ugyanazt a mély a betűt használják, mint mi magyarok. Igen. Más nyelvben ezt nem találtam meg. Igen. Te is, neked is ez ugye... Igen, ez az eri. Így van. Igen. A van nálunk. Mély a és van a magas a. Igen. Következő érdekes kérdéskör ugye a Jézussal kapcsolatos tudás, háttér. Amikor először találkoztunk, akkor te erről beszélgettél ott a társaimnak. Beszélgessünk erről egy picit, mert ugye Perzsia nem volt megfertőzve a judaizmusnak zsidataival, amivel megváltoztatták a Jézusnak a mondani valóját. Végül is egy olyan szentírást írtak le, a egymás utáni zsinatok, ami már az embereknek a férc munkája, és nem a valódi kinyilatkoztatás. Hogy találkoztál ezzel a témakörrel te Perzsiában? A Perzsiában ezzel a témakörrel nem találkoztam. Én ottan egy katolikus iskolába jártam, a hivatalos katolikus normális életet éltem. A katolikus papok, nagyon becsületes jó emberek tanítottak engem, szóval ottan ez nem volt pont, vagy nem találkozott. Egy katolikus perzsák voltak? Nem, katolikus rend volt, egy iskolát tartott föl, voltunk körülbelül... De milyen nemzetiség voltak ezek a papok? Azok olaszok voltak. Volt egy ír, a zöme olasz, volt egy indiai, szóval egy rendi iskola volt. Na most miután az iszlám és a zsidó vallás teljes ellentétben volt egymással szemben mindig, ottan a zsidó a vallásnak, vagy a judaizmusnak az iszlámra befolyása nem volt soha. Átértek aztán az iszlámra, ott van a zoroasztriai, vagy párszi, vagy hogy nevezzük, a kisebbség, már nem jelentős. A manikeizmust azt a szaszanidák kiirtották.
de nyitott voltak mondjuk a perzsa társadalom mindig, és léteztek, szóval aszúd, meg ölmény keresztények, akik voltak az osztályban is jó néhányan, szóval. Az, jó, hát akkor voltam 14-15-18 éves, ez akkor kicsit más volt az érdeklődési kör még, és én ezzel a kérdéssel itt Magyarországon szembesültem először, főleg a Budinyi Jós Ferencnek az írásaival. Hát ő írja például, hogy a Jézusnak az édesanyja az Adia Benei hercegi családnak a sarja volt. Igen. Na most ha az ember olvassa a Bibliát, jó néhány logikai hibára rájön. Mikor azt mondják, hogy le van írva, hogy Jézus vándorolt Galilea felé és oktatott a zsinagógákban. Tehát a zsinagógában erről nem is lehet. Igen, na most a kérdés az, hogy én, mint katolikus, nem mehetek be elsősorban akármelyik templomban föl a szőszékre, és mondjam a magamét, hanem annak van egy bizonyos formai előírása, az az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy hát a legrégibb zsinagóga Galilea földjén, az a Krisztus úrunk után 200 évvel. De pontosan, hát az volt a golyóknak a földje, úgyhogy eleve nem lett az zsinagóga benne. Kalhár Koim, így van. Ez az egyik, és akkor hogy milyen zsinagóga lehetett az? Én szerintem a Asztalte templom volt. Ugyanez vonatkozik az, mikor a disznócsordából kiűzi a szellemeket, szintén Galileában. Na most hát egy 200 darab disznócsordából elélt akkor egy-két város, és hát a tudomásom szerint a mai napig a zsidók nem esznek húst. Páne disznót nem, ezt azt akartam mondani. Meg jó néhány ilyen dolog, szóval. Nem, mert sok helyen vérzik annak a leírásnak a valósága. Persze. Nem, szóval itt nem akarok a részletekbe menni, javasolnám tényleg mindenkinek, hogy a Pártus herceget olvassák el. Na most már nem lehet hozzáférni, azt hiszem, ez a könyvhöz. Örülhet az, akinek megvan. Hát akkor nekem van kettő. Nekem is megvan. Van egy diszkiadvány, meg van egy sima kiadvány. Nem, igen, hát Mit tanulnak a ottani gyerekek például Jézusról? Mert mint történelmi dolog, biztos tanultok ti is róla. Igen, hát ők nagyon-nagyon egyszerű vonalon működik az egész. Ők azt mondják, hogy igen, van, a mi profétánk az a Mohamed, a keresztényeknek a profétája az a Jézus, a zsidóknak a profétája az a Mózsás. Ilyen szinten. Csak ez el van intézve a dolog. Ez ilyen is van intézve, szóval. Nincs mélyen meg. Van-e neked most még, azt lehet mondani, hogy honvágyod Perzsia irányába, és ott lettél felnőtt? Hogy mondjam, szentimentalizmus van, szívesen élnék ott több laki módon, hogy ott is, meg itt is. Főleg Hamadánban, ahol az embertípus is, meg hát a médek, szintén a rokonaik. Rokon, bizony. Szóval én ott is otthon voltam, bizonyos szinten, és itt is. Ami érdekes, hogy én most a Pécsben él a család, Ausztriában, meg hétvégeken én is itt vagyok, ott vagyok kint, meg hosszadalmasan éltem ott, ott voltam egyetemen, ott voltam tányosapkás egyetemista, meg minden, mivel jár. Nagyon jól éreztem magam, nagyon szívesen megyek, de otthon nem volt. Van most valahol azt mondod, hogy most tényleg otthon vagyok? Hát ott én Török Bálinton elköltöttem kemény 25 ezer forintot, és megvettem a sírhelyemet. Az otthon az Magyarország. Aki magyarnak született, aki magyarul beszél, aki hallgatja és énekli a himnuszt, az erdélyit is, stb. Magyarország, és nincs más. Számomra ez világos, de mondjuk egy olyan ember, aki is felnőtt, kicsi gyerekből felnőtté válik egy olyan országban, hogy ott alakul ki a baráti körbe, mint a bizonyos nosztalgikus elemek csak kialakulnak ott abban az irányban is. Igen, hát az van, mondjuk segít rajtam az, hogy a osztálytársaimnak a szerintem egy harmada már nem él. Részben a rendszerváltásba vesztették életüket, részben külföldön vannak.
meg az a életforma, ami akkor a fiatal koromban volt, az most egy kicsit más, szóval az is enyhít a dolgon. De ahogy mondtam, szívesen elmegyek bármikor, élnék ott akár hónapokat is, akár éveket is, de az nem haza. Az lehet otthon, az lehet egy jó ország. Hát kérdezem tőled meg, hogyha esetleg úgy mész Perzsiába, hogy nem vagy nagyon kötve üzleti tevékenység, nem tudom, hogy van-e ilyen. Van, persze, hát üzletileg mentem le ilyen. Mondjuk, hogyha lemegy, hogy két hétre, és nem vagy nagyon lekötve különböző tevékenység, hogy el lehetne képzelni, hogy veled menjek. Ez az ország, nem annyira izgatna ez az ország, ezt a kultúrát annyira szeretném megismerni. Már csak azért, mert én ideig, amit Perzsával találkoztam, az magasan értelmiségi, fantasztikus emberek voltak. Állok elébe. Megoldható egy ilyen dolog? Mert azért én ott senkit nem ismerek, ez jó egy valaki, akinek Van egy magyar-iráni baráti társaság Budapesten, annak én a tagja vagyok. Ott vannak különféle rendezvények, mit tudom, ott néha a követségen, úgy év, stb. Oda el szoktam menni. Na most a Perzsiával egy hét az, mit mondjak? Semmi. Annyi. Óriási az ország. Annyi. Egy hét, mondjuk, hogyha én dolgozok, akkor mit tudom én esténként, vagy mit tudom én, akkor nap. A napra el tudnak engedni, aztán tudom, este vagy délután csináljuk közösen, vagy tudom, egy-két napot csinálunk közösen. Teheránban megnézhetjük a nagy bazárt, megnézhetjük a múzeumot, megnézhetjük a Észak-Teheránt, a Tejzsist, azt a környékét. Még azt is hallottam, hogy Perzsiában hozzám járt egy perzsa fiatalember ide riportot csinálni. Ő maga csinálta itt, hogy Alibabának hívja, nem tudom, ismered, ez egy fogorvos gyerek. Alibaba Deshazani, vagy vezeték nevére emlékszem pontosan. De egy nagyon jó pofa műsorokat csinált, és hozott mindig magával érdekes módon abszolút nemzeti elkötelezettségű magyar embereket, riportizrasztatott itten. Vele beszélgettem sok mindent Perzsiáról, és hát mondta, hogy ott vannak olyan területek, ahol például csak türkök élnek. Igen. Meg szóval, hogy ott ne úgy képzeljük el, hogy az egységes országhoz nagyon sok volt a népi abban az országban, és az hát gyakorlatilag a építkezési stílus. Igen, észak-nyugat, azok az azeriek, azok törökök. Belük határosan vannak a kurdok, az egy olyan 10-15 millió fős nemzet, akinek kijárna egy ország. Már régóta. A baj az, hogy a országnak az egyharmada iráni területen, egyharmada török területen és egyharmada iraki területen. Én a kurdoktól úgy hallottam, hogy ők már vannak 30 millió olyan is. Lehet, csak hát nincs számlálás. Úgy szét van a darabolva szerencsétlenek, hogy nem igaz. Vannak ők, aztán vannak a törökök, a kurdok, vannak a turkmének, észak-keleten, aztán vannak a ilyen különféle törzsek is vannak még, mint a kaskaiak, a lulok, és vannak a sakák. A szisztan, szakesztan, akik viszont a mi rokonaink szűkebb bőrben. Szakák, az szkiták hittek szakáknak magukat. Igen. Az milyen területen élnek a szakák? Az a Pakisztánnal határos Balúcsisztan szisztan tartomány, és az a még egy ország, ami mondjuk a Magyarországban a magyarokról, és a Pakisztán a szkitákról elnevezve. Igen. Pakisztának az egész északi részén ott élnek a hunzák, nem tudom, ezekről tudsz, hogy akiről tudod, hogy borzasztó hosszú ideig élnek, nincs náluk rák, sárga maradsz, bagok magukat esznek, és a többi. Igen, hát annyit olvastam róluk is, amit itt elérhető ilyen rövid cikkeket. Igen. Hát mondjuk a arcvonásukról, hogyha a bácsinak a kicseréljék kicsit a kalapját, és odaállítják Bugacuszta házára, hogy nem mondja meg, hogy az nem. Ugyanaz szép tulipános motivórendszerük van nekik is. Na most én októberben, amikor lent voltam, lőttem egy pár fényképet, ott a egyik főutcán, ottan a régebbi házakat, régebbi 65-ben épült, kezdik lebontani az egy-két emeletes házakat, mert 30 emeletest építeni, drága lett a telek. És ott is az ablakba kifotóztam a tulipán motívumot. Épült Teherán 1965. Igen. Ebből is van rengeteg.
Sok minden közös kultúrcsint visszacseng. Kedves Andor, én azt hiszem, hogy egy jó órát elbeszélgetünk az egy másik hazádról. Számomra nagyon érdekes volt, és hát valamikor nagyon örülök, hogyha egyszer sikerült eljutnom. Remélem ez a borzadalom, amit a politika ebbe az irányba hajt, hogy szerencsétlen Irákot letámadják, meg tönkretegyék, meg visszabombázzák őket a középkorban, mert ilyen kijelentéseket hallottam. Igen, és hát olyan a helyeket bombáznak, például, mit tudom én, a üvegesedett a kősziklák, meg a régi templomok, igen, aminek sok stratégiai értelme nincs. Hát igen, ezt más miatt csinálják. Úgy van. De meg aztán hát a Amerika úgy tekintett régebben Közép-Amerikára, mint a saját udvarára, vagy hátsó udvarára, hogy mondják is, hogy Mid-America, South America is our backyard. Ők kezdenek a világra is így tekinteni, hogy mi vagyunk nagy Amerika, és a világ az a mi üzénk. Kiszolgáló területen. És meg kell nekik tanulni kérni. Igen. Ne képzeljék azt, hogy én épp mint Kruscsev elvtárs verte a cipőjével az asztalt, hogy azért, mert ők pénzzel és hatalommal bírnak, az nem egyenlő a kultúrával, ez egy egész más kárpasztal. Hát igen, ez elég nagyobb kulturális különbség az a kettő között. Még egy dolgot hadd kérdezzek meg, ugye bizonyára te is hallottál a Kese alapítványról. Melyikről? Kese alapítványra. Beholna Huszárgyasan nem. Hát akkor nem tudom, mennyire menjünk bele ebbe a témába, ez egy fizikus, aki Londonban hozott létre egy intézetet. London, Angliában csinált egy intézetet, most nem tudom, éppen Londonban van, talán éppen nem Londonban, de ott valahol. És ő atom, illetve űrtechnológiával foglalkozott, és állítólag nekik sikerült megoldani olyan, mint a gravitációnak a neutralizációját, olyan űrjárműveket tudtak megcsinálni, ami a fénysebességet képes áthaladni, képesek egy védőpajzsot egy országra, egy kontinensre kiépíteni, és ez pont akkor jött elő ez a Kese dologgal kapcsolatos internetes, ez minden róla szólt egy internet egy rövid ideen keresztül, mindenki erről beszélt, amikor éppen meg akarták támadni Iránt. És hát ugye az embernek akarva akaratlan fölmerül a kérdés, hogy valójában nem ez miatt nem támadták meg, mert olyan technológiát tudtak a perzsák létrehozni, ami miatt látták az amerikaiak, hogy nem tudnának bírni velük. Én ezt a témakört nem ismerem. Nem is szeretnék hozzászólni, hát mutasában, de semmi értelme. A helyzet viszont az, hogy az amerikaiak azért látták, hogy Afganisztánban a helyzet. Na most Perzsia sokkal nagyobb, mint Afganisztán, épp olyan magas hegyeket bír, van 70 millió emberük, és egy teljesen modernül felszerelt katonaságuk, tengerészettel, tengeralattjáróval, vadászgépekkel, vadászbombázókkal, mindennel. És Izrael mondta, hogy ők 2 hét alatt elmennek Teheránig, de most álmodjon egy jobbat, mert ez nem így fog működni. És szerintem ők ez az egyetlen előnye annak, hogy Obama nyert. Lehet, hogy a Romney neki ment volna nagy butaságához, és akkor lett volna nem ulas, mert az nem egy két perces dolog lett volna, és... Hát belehajszoltak volna minket a harmadik világháborúba. Lehet. Szóval az egy nagyon hosszadalmas konfliktus lett volna. Izrael nincs messze a határtól, ők elsősorban lebombázták volna, hogyha a perzsák azok bizonyos szinten hasonlítanak a magyarhoz is, ebben is, hogy tűrnek. De aztán, ha elszakad a cél, akkor nagyon oda csapnak. A olaszok ennek pont az ellenkező, az olasz nem tűr el semmit, bármi van az utcára megy rögtön, 100 000 emberrel. Ha viszont oda kéne csapni, akkor vizes hongyal zavarják el őket, mint az első világháborúban a japán mondta. De minden esetre jobb a békesség, és én jobban örülnék annak, hogyha nem politikusok, hanem inkább államférfiak, és abból is inkább a tanultabb, oldja meg a világ problémáit, és főleg, hogy hagyják őket.
Hát én nagyon sajnálom, hogy ezt a iszonyatosan ősi mosolyogi kultúrával rendelkező népet tönkretenni. Kár lenne nagyon érték. Hát az amerikaiak tönkretettek már 100 000 indiánt is, meg Hiroshima-t is bombázták, szóval... Nem 100 000 indiánt tettek, hanem több milliót tettek. Igen, úgy értem. Itt már mindegy, hogy hány nulla, az is rossz. Nálam volt egy indián vezető Németországban, ugyanis azt állítja, hogy az asztékoknak a koronája az osztrákoknál van. Igen. És ők ezt jöttek volna delegációként követelni az osztrákoktól, mai napig nem kapták azt hiszem vissza. És ő nekem arról számolt be, hogy az ő tudomásuk szerint az amerikaiak durván 500 millió indiát öltek ki a kontinensen. Lehetséges. Összesen. Gyakorlatilag. És ők tanítják nekünk a demokráciát. Hát igen. Azt is, meg hogyha megnézzük a General Motorsnak a szervezetét, és a Árpádék és még Szent István királynak a törzsi szervezetét, akkor gyakorlatilag azonos. És hát azért az amerikaiaknak meg kell azért mondani, hogy gyerekek, itt ne legyetek annyira büszkék az alkotmányaitokra, ami főleg kivételből meg hozzáadott dolgokból áll, ami azt jelenti, hogy már az alap nem volt jó, hanem vegyétek tudomásul, hogy van egy nép, aki a Magna Chartánál 6 évvel idősebb, de azért a szokásokon alapuló alkotmánya van. Ha nem, most hogy visszatérnénk, most mert a következő téma a történelmi alkotmányok, hát én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, és országban jártam előadást, tehát erről, én nem csak ezzel az alkotmányjal foglalkoztam, sok minden mással is. Nem ismerek igazságosabb társadalmi berendezkedés, mint a történelmi alkotmány diktál egy nép számára. És talán, hogy lehet, hogy ez, most ezt talán fejezzük be, talán ez lesz az a fehér galamb, vagy fehér madár, amiről a Pio atya beszélt, hogy majd eljön az idő, amikor a Kárpát-medencéből kiszáll egy olyan fehér madár, ami az emberiségnek a javára fog szolgálni. Én szerintem ez a madár, ami történelmi alkotmányunk. Mert ez képes arra, hogy egy világbékét létrehozzon, hogyha mi megfelelő mennyiségű országhoz eljutatjuk ezt az elméletet. Igen, a nagy probléma sajnos mindig az van, hogy van egy néhány feltaláló, aki pont a feltalálása miatt nem él. És van biztos jó néhány politikus, aki a hasonló okokból nem él. És aki a anyagelvű életet képvisel, annak ilyen szinten nincsenek átlásai is. Olyan világban élünk, hogy gyakorlatilag attól függ, hogy kit szólít meg az ember, tízdek akármibe kerül az ember egy emberi élet. És hogyha valakinek, hogyha megnézzük, hogy a nemzetközi gyógyszeriparban mi történik, az olajiparban mi történik, stb. Akkor ne legyen illúziónk arról, hogy itten megjelenik egy szent és rendet fog csinálni. A mi helyt veszélyes lesz, 3 hét van. Sajnos erről szól a fehér embernek a civilizációja, többé kevésbé. Kedves ember. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát köszönöm a kedves nézők türelmét, hogy elviselték a módokat. Érdekes volt. Köszönöm szépen. Én köszönöm.